A kis gömböc Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három lányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghízlalták, vagy ahogy ők mondták, annyira zsöndítették, hogy két újnyi zsír volt a hátán, megölték a húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötödjüknek csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az órja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondja hát a legöregebb lányának, erejt csak fel, lányom, a padlásra, Akaz le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt. Főzzük meg! Felmegy hát a lánya padlásra. Amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcsöt, csak azt mondja az neki, ham, mindjárt bekaplak. És nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták oda lent a lányt a gömböccel, hogy jön végre. De biza nem haladt, azt mondja hát az asszony a középső lányának. Erej csak fel, lányom, a nénid után. Mondjad neki, hogy hozza azt a kis gömböcöt. Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nényét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki, már a nénid lenyeltem, ham, téged is bekaplak. Azzal szépen bekapta odalen csak lesi, csak várja a szegény asszony a lányokat. Mikor aztán megsokalta a várokozást, azt mondja a legkisebb lányának. "Eredj csak fel, lányom, híd le már a nénédet. Azok az isten nélkül valók bizonyosan az aszalt megyet szemelgetik. Amint felmegy a kislánya padlásra, azt mondja neki a kis gömböc, Már két nénéd elnyeltem, ham, téged is bekaplak. S bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a lányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböc, három lányod már bekaptam, ham, téged is bekaplak. Azzal úgy bekapta, hogy még a kisúlya se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc, Három lányod, feleséged már bekaptam, ham, téged is bekaplak. És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta de a rossz kócmadzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, s gurult, gurult le a grádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszásembert, embert, s azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta azzal gurult, gurult tovább. Az országúton előtalált egy regement katonát, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult, gurult tovább. Nem messzire onnan, az árokparton egy kis kanászgyerek legeltette a csürhét. A disznók szerte cserkésztek, a kis kanált pedig ott ült az árokparton, s a bécsi bicskájával kenyeret szalonná tevett. Oda megy a kis gömböc a kis kanász gyerekhez is, s azt mondja neki. Már három lányt apjostól anyostól, meg egy csoport kaszás embert, egy regement katonával együtt bekaptam. Ham, téged is bekaplak. Hanem amint be akarta kapni, a bécsi bicska megakadt a kis gömböt szájában, az aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonaság meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kis gömböcöt pedig ott az árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kiskanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.